Pannával ismertük meg, Pöcsös Panna sértett barátnőként minket, aki tavaly mert megsérteni a Lombard Leasing, hogy a munkahelye elől ellopatta az autóját. Hogy kiszállította ide az autót Budaörsön, azt nem tudjuk. De az biztos, hogy az autó itt van Budaörsön, a Sport utca 6 szám alatt lévő tárolóhelyen. Az az autó azon a tárolóhelyen bírósági végzés nélkül jogtalanul van ott. A sértett fél járt itt a rendőrségen, és nem foglalkoztak az ügyével. Majd kijöttünk együtt, és megpróbáltunk egy ügyeletes ügyészt találni az ügyészségi épületében, hogy segítsen nekünk abban, hogy hogyan tudjuk visszaszerezni a jogtalanul eltulajdonított gépjárművet. Azt a választ kaptuk kaputelefonon keresztül, hogy február 6-áig nincsen ügyészségi szolgálat. Na hát ez egy jogállamban elfogadhatatlan, az, hogy egy ügyész elmegy szabadságra, és egy egész várost érintő területnek nincsen ügyeletes ügyésze. Csak azt nem tudom, hogyha valakit meg kell valamiért tartóztat, és az ügyési aláírás kell, azt hogy fogják aláírni? Hát megint csak az történt a devizahiteles és autós hitelesek ügyének az intézésében, hogy lepatintottak minket. És ebből van nekünk elegünk. Nem engedjük és nem tűrjük tovább, hogy lepatintsanak minket azok a hatalmi szervek, akiknek az a dolguk, hogy minket megvédjenek és kiszolgáljanak. Azért van az ügyészség, azért van a bíróság, és azért van a magyar rendőrség, hogy a magyar állampolgárok érdekeit a mindenkori törvények betűinek betartásával megvédjék, mindenkori hatalommal és kizsákmányolóival szemben. Itt nem ez történt. Harmadik alkalommal jöttünk vissza a budaörsi rendőrségre, amikor kisebb csetepati vitatkozás után sikerült elérni azt, hogy felhívtak egy előadót, aki hajlandó volt úgymond szóba állni a sértettel, de úgy, hogy nem engedte magával fölmenni azt a szemét, azt a jogászt, akit a sértett magához hozott. Magával hozott. Már itt is megsértették a jogainkat, és ebből volt elegünk, és elég volt, és ma azért vagyunk itt, hogy követeljük, hogy erről a rendőrségről egy illetékes személy, és az ügyészségről egy illetékes személy jöjjön el velünk a Sport utca 6 számhoz, ahol az ellopott autót tárolják, ellenőrizzék le azokat az iratokat, hogy minek alapján van ott az autó. Ha nincs bírósági végzés, már pedig nincs, akkor az ott tárolt autó a forgalmiban bejegyzett tulajdonosnak a birtokában kell, hogy legyen. Mi, mint magánemberek, nem mehetünk be arra a telepre, mert az a telep egy bérlemény, valakinek a magánterülete. De a rendőrségnek, a rendőrségi törvény 44. paragrafusa értelmében kötelessége bemenni, és kötelessége megakadályozni a további kár megvalósulását. A mi meglátásunk szerint a rendőrségnek kötelessége onnan az autót kihozni és visszaszolgáltatni a jogos tulajdonosának. Erre várunk, ezért jöttünk ide, és most arra kérjük a velünk kapcsolatban álló alezredes urat, hogy a rendőrség részéről fogadják azt a két károsultat és a jogászunkat, akikkel ide jöttünk azért, hogy az élményünk érvényesítsük a jogaikat.